Május 14-ére tűzték ki az időközi önkormányzati választás időpontját Kisorosziban. Mint ismeretes, Schumacher Tamás képviselő javaslatára a január 18-ai ülésen önmaga feloszlatásáról szavazott a testület. Az okok között volt, hogy nem sikerült aláírni a szemétszállításra vonatkozó szerződés módosítást, melyre azért lett volna szükség, hogy elszámolható legyen a fővárosi vízművek felé a szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának költsége. A polgármester elmondta, az állam vette át a díjak beszedését, és az átállás ideje alatti gyakori vezetőváltás miatt nem sikerült egyeztetnie a szerződés módosításról. A másik ok egy fel nem adott levél volt. Mivel azt nem küldték el, egy jogosulatlannak vélt 1 millió 350 ezer forintos DMRV számla behajthatóvá vált. Schumacher Tamás képviselő a gondatlanság mellett kifogásolta a tájékoztatás hiányát, továbbá a költségvetési tartalék csökkenését is problémaként vetette fel. Ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó pénzügyi adatok hangzottak el. Végül Schumacher Tamás a felsorolt problémák miatt, és mivel úgy látta, a testület nem élvezi a falu bizalmát, kérte a polgármestert, tegye fel szavazásra az önfeloszlatást. Benedek Károly, Schumacher Tamás és Vörös György képviselők igennel, Nádasdy Csontoselek polgármester nemmel szavazott a kérdésben. Hoványi Dávid alpolgármester nem volt jelen az ülésen. A 3-1 arányjal megvolt a minősített többség, így érvényes a döntés. A május 14-i önkormányzati választáson a polgármesteren kívül 4 képviselőt kell megszavaznia a lakosságnak.